teltház és fergeteges hangulat fogadta a döntő résztvevőit. Az ismerkedős tapogatózós rész átugorva az 5. percben Alaszt is gondolt egy merészet, és felpassz helyett egész egyszerűen kapura emelt, amire még Mezei sem számított. Hangrobbanás a sportcsarnokban 1-0 Halinak. Az újabb találatra az első félidő végéig kellett várni. 13 másodperccel a Dudaszó előtt Da Silva egalizált, így 1-1-jel mentek szünetre a csapatok. A 31. percben Alaszt is drótnak dobta ki a labdát, a Hali 22-ese az átvételt követően kapura fordult és a hálóba bombázott, 2-1 a Szombathelynek. A kapusát is beáldozó Berettyó mindent egy lapra feltéve támadt, de hiába. A vendégeknek a 40. percben drót adta meg a kegyelemdöfést, aki Vas remek fejes passzát váltotta gólra, és ezzel kialakította a 3-1-es végeredményt. És bízom benne, hogy talán most ebből a győzelemmel gát átszakadt, hogy igenis meg lehet verni ezt a Berettyót. Én azt mondom, a csapat nagyot küzdött, amúgy meg egy nagyon nehéz mérkőzés volt, de úgy érzem, hogy megérdemelten győztünk. 1-1, folytatjuk, küzdünk, megyünk, megpróbáljuk megnyerni. A mérkőzés egyik hőse kétségkívül Alasztics Marcel volt, aki szinte 100%-os teljesítménnyel védte a hazai kaput. Nagyon intenzív meccs volt szerintem, nagyon jól játszottak, de ezt tudtuk róluk, hogy játékban nagyon-nagyon erősek. Talán az első mérkőzéshez képest kicsit gyengében játszottunk szerintem, kevesebb volt az 1-1 a váratlan, de ezért vagyunk jó csapat, én szerintem kimondhatom nyugodtan, hogy jó csapat vagyunk, mert ha valaki hibázik, a másik segít. Én azt gondolom, hogy csapatként ma teljesen nagybetűs csapatként beszéltünk róluk. A Berettyó idén még nem talált legyőzőre az NB1-ben egészen hétfő estig. We are not Messi-ville that was playing every day. Ma nem az a Berettyó érkezett ide, amely egész évben veretlen volt. 1-0-val jöttünk, nyomás volt rajtunk, próbáltuk húzni az időt, hosszúra nyújtani a játékot és így gólt szerezni, de ez ma nem jött össze. We need to play with the time. A párharc csütörtökön 20 óra 15 perctől Berettyóújfaluban folytatódik. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.